40 esztendővel ezelőtt Tolna megyében először Bonyhádon alakult német kórus. Működésük mintát adott a többi hasonló együttes számára. A kórus működésének 4 évtizede alatt meghatározója lett a Völcség és Bonyhád kulturális életének, mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. A német kórus ennek a városnak a kultúrájába már teljesen beleivódott. A város kulturális élete elképzelhetetlen a német egyesület, illetve annak kórusa nélkül. És nem csak a városi, hanem a völcségi járásé, kistérségé, illetve Magyarország kultúrája is, hiszen talán nincs is olyan tájegysége Magyarországnak, a Kárpát-medencének, vagy nyugodtan mondhatjuk ettől nyugatra Németországnak, Ausztriának, ahol ez a kórus az elmúlt 40 évben ne járt volna és ne lépett volna fel. Az, hogy ma így szerepelhetnek és így szerepelnek, ilyen díjakat nyertek el, azt természetesen köszönhetik az összetartásnak, köszönhetik a sok-sok próbának, de elsősorban annak, hogy mindig is egy nagyon jó közösséget, egy baráti közösséget alkottak, és mindig is jó vezetőik voltak, vagy volt ennek a kórusnak meghatározó tagjai, akik az elmúlt időszakban odafigyeltek rájuk, a támogatásokat próbálták megszerezni, a szponzorokat próbálták megszerezni, és a működést is próbálták biztosítani. A bonyhádi németség számára a nyelvük és kultúrájuk őrzése az identitásuk megtartását jelenti, mondta Szabó Tibor alpolgármester ünnepi beszédében. A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása. A bonyhádi német nemzetiségű emberek számára a nyelv és a kultúra az identitás fenntartásának és megerősödésének alapvető feltétele, mely által ápolják és őrzik önazonosság tudatukat. Egy ilyen egyesület, aki Bonyhádon, mondhatjuk, hogy hosszú évtizedek óta működik, és különösen gondolok most itt természetesen az ünnepeltekre, azok színesítik Bonyhád kulturális életét, és szerintem, ahogy annak idején már Szent István is megmondta, hogy sok nemzetiségű, sokszínű ország lehet egészen erős. Ezt a sokszínűséget biztosítja többek között a németek közössége Bonyhádnak. Ez a kapcsolati háló, ami létrejön akár az itt lévő felvidékiekkel, akár az itt lévő székelyekkel, a németek, ez nagyon fontos, hogy ezek a kapcsolatok élők legyenek és egy élő szövet legyen. Fontos a városnak. Bonyhád folyamatosan sokat tesz a német kultúra ápolása ügyében, és ebben élen jár az ünnepelt egyesület. Köller Nikó Hillona, a bonyhádi németek elnöke arról is beszélt, a tagság egy nemzetiségi klub tagjaiból szerveződött annak idején. Már korábban együtt voltak, mert volt egy német klub, és ebből alakult később a német kórus. Én nagyon bízom abban, hogy jó egészségük lesz, sajnos már sokan idősebbek. Nagyon várjuk a fiatalabbakat is, hogy át tudjuk adni a német kultúrát, a német dalokat, hogy az utánunk jövők is, a gyerekeink, unokáink is megismerhessék ezt a gazdag német kultúrát. Ők is egy hírvívők. Van 3 német testvér kapcsolatunk, hogyha ők jönnek, akkor is mindig itt vannak, minden rendezvényen szerepelnek, és ez nagyon-nagyon fontos a mi életünkben, és ugye ők is mindannyian németül beszélnek, tehát ez is fontos, hogy ne csak a kultúrát, az éneket adjuk át, hanem a német nyelvet is ápoljuk és továbbadjuk. Sokszor van olyan, hogy jön egy külföldi csoport, és a német házban, ahol ők egyébként is énekelnek, ahol ők székelnek, el tudunk menni, és tudjuk őket fogadni, akkor ők vendégül látják a csoportot. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy érték számunkra. Ezek a dalok itt még nálunk Magyarországon léteznek és vannak. Mivel elég sokat járok külföldre is szerepelni, azt tapasztaltam, főleg az anyaországban, Németországban, hogy ott már nem nagyon ismerik ezeket a dalokat. Inkább az idősebb generáció, fiatalok, azok abszolút nem ismerik őket.
És hát amíg ezeket meg lehet őrizni, az, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos és nagyon felemelő feladat, hogy ezeket továbbadni a fiatalabb generációnak, akik ugye jönnek hozzánk énekelni, illetőleg az iskolákban, ugye ezt mi még meg tudjuk csinálni. A németek ilyen szempontból az a helyzet egy kicsit lemaradtak, és annak örülnek, amikor egy ilyen magyarországi német kórus megy oda szerepelni, mert ott hallják azokat a dalokat, amiket egyébként valamikor régen ők is nagyon sokáig énekeltek. A jubileum alkalmával a kórus felvette az alapító Rónai Józsefné nevét, aki 33 éven keresztül irányította az énekesek munkáját.